Köszöntöm Önöket, ez itt a Női Szakasz, a stúdióban pedig köszönhetjük Kárpáti Rebekát. Szia, sziasztok. Rebeka! Aki modell, szépségkirálynő, színész, make-up artist, és ez így nagyon soknak tűnik már elmondva is, de kanyarodjunk az elejére. Te, amikor megszülettél, már szerintem eleve egy nehéz helyzetbe kerültél azzal, hogy a szüleid mind a ketten színészek. Apukád színész, anyukád színésznő, ráadásul ismert emberek. És azt hiszem, te olyan 4 éves lehettél, amikor apukád bekerült egy napi sorozatba. Nem tudom, te abból akkor mennyit fogtál fel, tehát nagyon pici voltál még akkor, ugye? Igen, akkor én nagyon, ahogy mondtad, nagyon-nagyon kicsi voltam, és nekem ez nem volt ilyen nagy boom, vagy valamilyen nagy extra dolog, mert én igazából már, ha nem is abba születtem bele, de nekem kiskoromtól fogva az természetes volt, hogy az apukámat látom mondjuk a tévében, vagy hogy megszólítják az utcán. Ez nekem nem volt olyan különös dolog, hiszen tényleg ezzel így nőttem fel. Aha. De ők egyébként mutatták, tehát ő mutatta is magát neked a tévébe? Vagy, mert például nálunk is otthon az van, hogy én a kisfiamnak nem szoktam úgy mutatni, csak hogyha valahol meglátja, igen. De hogy ő, tehát akkor gondolom, azért régenben más volt egyébként egy napi sorozat, tehát akkor ez egy sokkal nagyobb dolog volt. Igen, meg régebben ugye kevesebb volt, meg sokkal nagyobb ilyen hírnév volt szerintem körülöttem, mint mondjuk manapság. Nálunk se volt az, hogy akkor most üljünk le és akkor nézzétek, hanem nem tudom, régebben, amikor kisebbek voltunk az öcsémmel, akkor szerintem volt annak egy ilyen pici olyan szeánsz, hogy akkor este, hogyha apa is hazaért, akkor befekszünk az ágyba és megnézzük, de ez soha nem volt mondjuk kötelező program, csak hogyha így, mert így jó volt, és így megnéztük. És akkor ő elvitt egyébként néha magával téged a forgatásokra, vagy a színházba esetleg? Amikor még színházba játszottak anyuék, én akkor vagy nagyon kicsi voltam, vagy annyira, nekem annyira onnan nincsenek emlékeim, viszont emlékszem, hogy sokszor mondtam apának, hogy vigyél be a díszletbe, mert annyira jó, annyira élveztem azt, hogy mondjuk ott a díszlet, és akkor a kisbolt ajtajából már, vagy a mit tudom én, beléptél a nem tudom kinek a hálószobájába, az ottani WC-ből, meg a nem tudom az udvarra, és ez annyira ilyen elképesztő dolog volt, hogy igen, meg ez egy érdekes. Kis gyereknek ez egy nagyon nagy dolog szerintem, és igen, nem sok sokszor mehettünk, vagy nem is az, hanem hogy nem volt úgy megszervezve, hogy sokat mentünk, de az egy-két alkalom azért nagyon jó volt. És akkor, jó, hát kiskorodban gondolom még nem az óviba, de hogy jött az általános iskola, biztos azért az osztálytársaid kicsit ilyen csodabogárként néztek el, hát, hogy jaj, az ő apukája ott van a tévében, hogy ezt így hogy élted meg? Hogy inkább zavart, hogy már annyiszor mondják, vagy jól esett? Nem éltem meg jól. Most egyébként pont eszembe jutott egy példa, hogy nem is tudom már melyik bevásárlóközpontban voltunk, így anyu, apu, öcsém, az egész család, és tudod, ez az ebédidő, mindenki, az összes kajálda fullt el, és amikor ugye kikérted a, nem tudom, mit tettünk már, kínai gíroszt, mindig fogod a kis tálcádat, és akkor 4-en ott álltunk az egész kajáldának a közepén, és hogy akkor most hol van hely. És ugye sehol nem volt, ott álltunk, nézelőttünk, és tudod, amikor minden fej így, tudod, és az nekem annyira így, én nem szerettem akkor így nagyon így ilyen helyzetekbe kerülni, hogy így együtt menjünk el valahova, én ezt nem szerettem, meg ugye amikor mondjuk apának volt ilyen cikisebb jelenete, vagy valami, akkor azt visszahallottam a suliba. Egyébként nem volt rossz, vagy ez nem volt úgy kellemetlen annyira nekem, csak én ezt úgy, tehát hogy én ezt nem hangoztattam úgy soha, hanem inkább így ja, de így hagyjuk. És szerinted a szüleid hatására, illetve annak köszönhetően, hogy ezt láttad, ebben nőttél fel, ezért mentél te később drámatagozatra? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye sokszor így felvetették, akár ismerősök, családbarátok, családtagok, hogyha már apukám meg anyukám is színészek, színésznő, akkor lehet, hogy én is, mert én sem vagyok ez a nagyon reál beállítottság, inkább ez a humán, meg ilyen kreativitás, hogy akkor én is. Viszont nekem nem tudom, talán szerintem kiskoromban volt is egy ilyen tudatalatti dac, hogy nem már csak azért sem, meg úgy nem. Ez így nem is fogalmazódott meg bennem, viszont amikor ott voltunk, hogy akkor gimnázium, milyen gimnázium, és akkor nem volt nekem se olyan, hogy most kémia, matek, vagy számtek, hogy mire menjek, viszont erről a drámatagozatról nagyon sok jót hallottam, olvastam, és úgy gondoltam, hogy akkor megéri inkább elmenni egy ilyen iskolába, tanulni ilyen baromi jó dolgokat, és egy ilyen alapot kapni,
Illetve arra is nagyon jó volt ez a suli, hogy nem csak az, hogy a dráma, illetve a színészi dolgokat erősít, vagy ad ilyen témában tudást, hanem az önismeret. Aha. Szóval én abban a 4 évben, amíg ott voltam, a legnagyobb önismeret, tehát az onnan jött, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Igen, hát ott különféle gyakorlatok, meg helyzetgyakorlatok, meg mindenféle, úgyhogy ott tényleg sok mindent lehet tanulni. És amikor elvégezted a sulit, akkor elkacérkodtál a gondolat, hogy felvételiz a színművészetire? Ez nagyon érdekes, mert amikor elkezdtünk, tehát amikor oda mentünk ugye a dráma tagozatos suliba, akkor az egész osztály, talán valami 36-an voltunk. Jó sokan voltatok. Igen, és akkor ugye mindenki úgy jött oda, mondjuk akkor a 90%-a, hogy színész leszek. Nyilván bennem is volt akkor már, hogy ugye látva a többieket, meg dráma, fú, tök jó lenne, akkor már úgy kezdett kialakulni, és emlékszem, hogy ott mondták az akkori tanáraink, hogy év végére, tehát érettségi előtt már az osztálynak csak a, mit tudom én, 10-20%-a fogja megpróbálni akár a színműt, vagy aha, hogy tehát így nagyon le fog csökkenni ez az embereknek a száma, aki szeretne ilyen irányban komolyabban tovább menni. Uh-huh. És én nem voltam benne ebbe a 10-20%-ba. De akkor volt más elképzelésed, hogy mit szeretnél csinálni? Igen, én... Meg a szüleid ez mit szóltak? Tehát, hogy ők nem szerettek volna, tényleg, hogy ők ezt szerették volna? Aha, hogyha ebben az irányba mész? Tehát anyu és apu mindig olyanok voltak, hogy soha nem presszionáltak semmi felé. Se az, hogy most nagyon a színészet, vagy nagyon ne. Mindig így időt hagytak nekem, amit én szeretnék, legyen idő, hogy mondjuk kikristályosodjon, vagy na, tehát, hogy kikristályosodjon. Igen, hogy mifelé orientálódok, aha, és tehát semmifelé nem nyomtak, és amikor mondjuk valamilyen ilyen választás elé kerültem, akár gimnázium, főiskola, egyéb munkák, teendők, ezeket így mindig megbeszéljük, és én nagyon adok a véleményükre. Úgyhogy mindig így reálisan elmondtam nekik, hogy mik a terveim, mit gondolok erről, arról, és így mindig mondták, hogy persze csináld azt, amit szeretnél. És akkor nem felvételizte sehova? Tehát az érettségi után, tehát igen, abban az évben. Nekem necces volt egy picit az érettségi, azért, mert akkor volt ez a szépségkirálynős történet, és én érettségi után egyből tovább mentem főiskolára tovább tanulni, viszont az első évem nekem nagyon bonyolult volt, tehát ilyen passzívon voltam, meg egyéni tanrenden, mert a szépségverseny miatt ki kellett utaznom egy hónapra Moszkvába, utána jött 2 lehetőségem, egy-egy hónapot laktam Isztambulba, meg Milánóba, és akkor az év így elment, meg nem is az a szak volt, amit szerettem volna, viszont aztán következő évben maradtam a főiskolánál, viszont szakot váltottam. És levelezőn végeztél? Most már levelezőn vagyok, igen, mert így sokkal könnyebb, ugye, hogy szombatonként járok be egy egész napot, és akkor letudom az egészet, és akkor hétközben meg ugye forgatók, egyéb munkák. És miért pont ezt a kommunikáció szakot választottad? Hogy gondoltad, hogy ez majd jó lesz a modellkedés mellett, igen, vagy csak, hogy legyen egy diplomád, mert az kell a mai világban, tehát hogy ez is benne volt? Igen, eléggé, mert hogy... Tehát amit az előbb is mondtam, hogy nekem nem volt ilyen, hogy most tudom, hogy mit tudom én, jogász leszek, vagy orvos, vagy nem tudom, hanem én korainak éreztem azt, hogy én megmondjam, hogy akkor most konkrétan mivel szeretnék foglalkozni, és azt gondoltam, hogy ez a kommunikáció, ez mindenképpen, hát így jó, meg azért emberekkel foglalkozok, beszélek, képernyőn keresztül mondom el a véleményemet akár, tehát hogy ez mindenképpen fontos. Hasznosnak hasznos, és az igen, biztos. És egy diploma úgy gondolom, hogy nem, ha nem is muszáj, de azért úgy kell, illetve jó, ha van. Én egyébként mindig azt mondom, hogy aki nagyon akar, és nyomja, és csinálja, akkor diploma ide vagy oda, az eléri a célját. Igen, igen. De azért szerintem kell. Hát ártani nem árt, az biztos. Igen. És hogy keveredtél bele a modellkedésbe? Hogy jött az ötlet, hogy sokat mondták, hogy szép vagy, Rebeka, menjél, fotózzanak, ja, nem tudom. Fú. Vagy pedig egyszerűen éreztél egy ilyen vágyat, hogy de jó lenne plakáton szerepelni, vagy reklámfilmben, vagy nem tudom. Ez nagyon jó kérdés. Nem tudok konkrétat. Illetve talán azt tudnám felhozni, hogy elkezdtem menni ilyen szépségversenyekre. Akkor az hogy jött? Igen. Tehát az első lépést, azt miért hoztad meg? Vagy mi volt az indítatás, mi volt a cél az, hogy
Igen. Szépségversenyre. Hát nyilván minden kislánynak van egy ilyen, hogy hú, szépségversenyük, kipróbálnám, hű, de jó, haj, de jó, minden. És bennem is volt egy ilyen, viszont így utólag nem azt mondanám, hogy azért, mert hogy jaj, a Rivalda fény, és hogy izé, hanem én nagyon-nagyon szeretem magam ilyen furcsa szituációkba tenni, amit tőlem addig mondjuk idegen volt, és így megnézni tényleg, hogy ez passzol hozzám, nem, a tűrésküszöböm ebben a témában hol van. Tehát végülis egy kihívást állítasz magad elé. Igen, egy kihívás, és ezért elmentem egy-két így kisebb versenyre. Voltál Soltvadkerten, igen, ugye, igen. Ott megnyerted a versenyt, igen, az 2012-13-ban? 12-ben. 2012-ben talán. Voltál Soltvadkert szépe, igen. Igen, tehát ott... Ez volt az első ilyen verseny? Ne, az első ilyen viszonylag nagyobb. Korábban voltam még talán a Miss középiskolán, ott nem nyertem. Valami döntőbe jutottam. Azért az sem rossz. Ja, köszönöm. De, és előtte valami kisebben igazából. És Soltvadkert, ez mi között van különben? Vagy miért mentél pont oda? Azért mentem oda, mert van egy nagyon kedves családbarátunk, a Sisi, és ő vele még indultam anno egy másik versenyen, és már nem is tudom, mi volt a neve. És akkor ott ismertük meg egymást, és mondta, hogy menjek el oda. Uh-huh. És akkor így jött, és akkor úgy kerültem oda. És megnyerted. Oda. De számítottál rá, vagy hogy látod magadat? Nem, ott a lányok között? Velem mindig ez van egyébként, hogy egyébként bármivel kapcsolatban, hogyha azt mondom magamnak, vagy az van bennem, hogy á, tuti nem, meg tuti, akkor richtig, bezzeg, amikor mondjuk azt mondom, hogy nem, á, ez tuti, összejön, ez király, az meg soha nem. Egyébként és velem is mindig de így ugyan, szokott. Mondják, de ne legyél ilyen pessimista, de mondom, annak kell lenni, mert azokat sikerül. Szóval ez egy nagyon furcsa felfogás, és valaki ezt mondja, hogy nem jó, de nem tudom. Szóval, eddig ez jött be. Akkor valószínűleg ez után is. Szóval akkor neked fordítva jött, tehát én azt hittem, hogy elkezdtél modellkedni, belekerültél ebbe az egészbe, és akkor jelentkeztél szépségversenyre, de ezek igen. szerint fordítva? Nem, tehát, igen, hogy... tehát hogy elkezdődtek a szépségversenyek, és akkor lettek közben fotózásaim, akkor ilyen fotózás, olyan fotózás, akkor utána ugye ez a Miss Universe-hez kapcsolódó, hogy mentem Moszkvába, ott azért már egy ilyen nagyobb úgymond média felhajtás, meg szerettem volna én is világot látni, külföldre menni. Hát ez összejött. Igen, akkor lett egy ügynököm, ő kiküldött akkor külföldre, ott voltam egy-egy hónapot, de nem ez az én világom. Nem? Nem. De most volt egy több szépségverseny, és akkor azért csak elmentél még egy Miss Universe Hungary-re. Igen, de... Tehát, hogy végülis miért? Tehát már kiderült előtt, és szép vagy, megnyertél több esélyt, hogy még többet akartál, még egyébként jobban megmérettetni magad? Jogos kérdés, igen, mert nagyon érdekes. Tehát nálam az ilyen nagyobb dolgok az életben, akármi, most tényleg beszéljünk bármiről, azok marhára véletlenül történnek, vagy csak úgy éppen. Következő volt a szituáció. Valószínűleg az azért. Lehet, nem, én nem tudom. Az volt a szituáció, hogy találkoztam, egy castingra mentem, már nem is tudom, hogy hova, meg miért, és találkoztam egy barátnőmmel, akit még egy szép a Miss középiskoláról ismertem. Ő a Sydney. Akkoriban mi annyira nem ismertük egymást, úgy annyira nem voltunk jóba, viszont találkoztunk ezen a castingon, beültünk, ittunk egy kávét, egy kajáltunk, és dumáltunk, és akkor voltam én 18, igen, a Sydney meg szerintem 17, vagy valahogy így, és beszéltünk mindenféléről, a szépségversenyekről, és akkor ő mondta, hogy meg akarja próbálni idén ugye a szépség királynőt. És én meg ott voltam, hogy hát miért nem? Idén leérettségizem, jó, megyek majd a főiskolára, de hogy valami buli legyen. És akkor emlékszem, hogy akkor megbeszéltük, hogy na, akkor vágjunk bele ketten. És belevágtunk, és akkor a nem tudom hány százból behívtak, nem tudom hány százat, akkor utána csak megint szűkítették a kört, megint, és még mindig benne voltunk ketten, és még mindig, de és jó, még mindig. A barátnőddel együtt így mentetek végig ezen a szoton. Igen, és akkor végül is szobatársak is lettünk, hát az hozott minket össze a legjobban. És egyébként sajnos vagy nem sajnos, mind a ketten nagyon ilyen bolondos lányok vagyunk, tehát mi annyira nem vettük komolyan ezt a versenyt, mint ahogy egyébként ezt hivatalosan kellett volna, tehát mi nagyon sokat röhögcséltünk, nem vettük komolyan, stb.
De emiatt volt, tehát volt ebből problémátok? Nem volt igazából, csak mi, amikor oda kerültünk, tisztán voltunk azzal, hogy borzasztóan fiatalok vagyunk, tapasztalatlanok ezen a téren. Ott már voltak olyan 20x éves lányok, akik már több versenyen voltak, vagy akár ezen a versenyen már elértek helyezéseket. Tehát ez az esélytelenek nyugalmával, ott mi vígan el voltunk. Ez képest sikerült ezt is megnyerni. És emlékszem, hogy egyébként ezt már elmondtam pár interjúban, hogy én valahogy, tehát amikor volt a döntő, én utána másnap, vagy valahogy így érettségiztem, tehát pont töréből. És emlékszem, hogy ott fogtam a kis számomat, és akkor így a fejembe az ment, hogy elmondom, nekem megvoltak, hogy szerintem ki lesz az első, második, harmadik, ugye mindenki ezt magának megtippel, és akkor... Fú, akkor most vége lesz ennek, akkor ugye lesz az after party, hú, tök jó lesz minden, de hát kéne a törire tanulni, és hogy nem tudom, és hogy de... És akkor így, kérdátire vaka, és tudod így, tényleg én? Aha, tehát egy kicsit úgy, így felfoghatatlan volt. Igen, úgyhogy ez így. De akkor gondolom, nagyon örültél neki. És úgy olvastam, hogy te ott nyertél egy ilyen plasztikai műtéthez szóló kupont, vagy nem így tudom. Van. És ezt jótékony célokra felajánlottad. Most ezt teljesen mértékben megértem, hogy ezt visszautasítottad, de ezt most azért utasítottad de vissza, mert meg vagy elégedve magaddal, persze, és még nincs rá szükséged, egyértelmű fiatal is vagy, meg miért lenne rá szükséged, vagy azért, mert teljes mértékben a te elveid ezt elutasítják. Tehát 30-40 év múlva mondjuk, amikor már szükséged lenne rá, akkor is el fogod utasítani, vagy... Igen, nagyon jó, hogy ezt felhoztad, úgyhogy köszi, mert ez egy nagyon érdekes téma. Ezt képzeld el, úgy volt ez a történet, hogy igen, kaptam egy ilyen, vagy ez volt a nyereményemnek az egyik része, hogy te 1 millió forint értékben ilyen beavatkozást igényelhetek. Vagy de azért nekem ez annyira furcsa, hogy egy olyan verseny, ahol fiatal, szép lányok versenyeznek, ott a nyertesnek pláne felajánlanak, mert egyébként hát, érdekes. Ja, jó, így, mindegy, így nem látunk bele. Igen, nem látunk bele, de igen. Okay. És képzeld el, hogy ugye az volt, hogy nyilván én ezt nem szerettem volna felhasználni, vagy nem azért, tehát én tisztában vagyok magammal, nyilván mindenki szeretne, mit tudom én, aki látja, hogy mit tudom, én is szeretnék persze talán egy kicsit nagyobb keblekkel rendelkezni, de én nem tudnám azt elképzelni, hogy bennem van egy műanyag dolog, és hogy úgy bennem. Aztán mit tudom én, lehet, amit mondasz, hogy majd gyerek után, szoptatás után, 40 éve, amikor úgy érzem, hogy tényleg, és hogy elveszett az önbizalmam, akkor talán, de most, illetve főleg akkor 18-19 évesen meg nem fordult a fejemben, hogy ilyennel éljek. Viszont ebből volt nekem egy nagyon-nagyon kellemetlen szituációm. Egyszer csak anyukám hozta be így a nem tudom melyik magazint így, hogy kislányom, hogy nézd már, hogy benne van, hogy Kárpáti Rebeka megműtteti, vagy megműtette a melleit, és hogy nem tudom, milyen cseppformájú lesz, és hogy figyelj, meg is szólaltam idézőjelesen a cikkbe, apukám is elvileg megszólalt, és így nézem a magazint, hogy mondom, mi van, normálisak? Jó, hát igen, a bulvárt azt ismerjük, hogy elképesztő. És tényleg ezeket hogy viseled, nyilván, ahogy bekerültél a köztudatba, és egyre többet beszélnek rólad, biztos sok fórumon vannak rossz hozzászólások is, meg rosszindulatú embereket, ezt tudjuk, hogy így van. Ezzel te foglalkozol, vagy el sem olvasod, hogy állsz hozzá? A kommentekről azt gondolom, hogy meg tudom ítélni azt, vagy ez nem is csak az olvasói kommentek, hanem bárkit, tehát meg tudom ítélni azt, hogy kinek adok a véleményére, illetve kinek nem. Uh-huh. Nyilván egy olyan embernek, vagy olyan embereknek, akik név nélkül, arc nélkül, teljesen ilyen indokolatlanul írnak olyan otromba csúnya, bántó dolgokat, aminek úgy nincsen léti jogosultság, hogy nincsen megindokolva alá, tehát hogy azzal nem foglalkozom. Viszont például, hogyha van egy ilyen szituáció, akkor nekem nem bírja befogadni azt a gyomrom, hogy én az ellen ne tegyek valamit. És... De mit tudsz tenni? Tehát, hogyha jön egy rossz, például ez a, például. Amiről beszéltél, akkor... Akkor ilyenkor mondjuk lehet egy helyreállító cikk, csak ez meg olyan, hogy ha a nagymamám elsétál az újságárus előtt, és meglátja a címlapon, hogy... Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog, de örülök annak például, hogy van egy mondjuk egy közösségi oldalam, és ott le tudom azt írni, hogy mi és hogy van igazából, mert van, ami nagyon ferdít, és én ezt nem is értem, hogy ezt így miért jó valakinek, hogy meg se kérdez, és úgy mond valami teljesen valótlant. Hát,
ilyenek az emberek, igen. Nem tudom, irigyek, és akkor ezt... Igen, de egyébként gondolom, te is tudnál mesélni erről. Igen, szóval. Igen, de egyébként én is azt gondolom, hogy az egy jó taktika. Hogyha, meg egyébként ezzel nem is tud mindig foglalkozni az ember, mert ha mindig reagálnál rá, akkor gyakorlatilag ezzel tölthetnéd reggeltől estig. Igen, úgy vagyok vele, hogy amilyen kicsi dolog, az mondom, úgy is, tehát nem foglalkozott semmi. Viszont ami már azt mondom, hogy durva, azzal viszont kell, és akkor azt meg kell mondani, hogy mi van, mert... Igen, ez így van. És még a modellkedésben én bele szeretnék kérdezni, hogy a magasságod miatt, ahogy olvastam, hogy ezt nyilatkoztad, de remélem, hogy te nyilatkoztad, és nem lakjál. Szóval, hogy emiatt nem tudtál volna kifutókon szerepelni, hanem inkább csak fotózásokon. Te szerettél volna kifutóra menni, és csak emiatt nem, vagy annyira nem is bánod, te szereted a fotózásokat? Egyébként nagyon-nagyon szeretem, meg úgy jó, meg az egész videó, filmezés, a sorozat, a fotózások. Nagyon szeretem azt benne, hogy néha olyat kell alakítani, akár videóanyagban, akár csak képiben, ami mondjuk nem te vagy egy másik oldalad, és ez hihetetlenül érdekes, meg... Eleve ez a modell dolog engem nagyon érdekelt, meg egyébként szerintem manapság már minden lány. De egyébként például engem nem érdekelt, tehát hogy igen, általában lányoknak ez egy ilyen nagy álma, és akkor neked is ez az volt, hogy ez a hogy úgy kipróbálnám, igen. És akkor emlékszem, hogy volt először? Ja igen, hogy ugye nagyon alacsony vagyok, tehát én nem... Nagyon, nem vagy alacsony, csak a két méteres modellányokhoz képest. Igen, tehát ahhoz képest. De egyébként teljesen átlagos. Igen, tehát amúgy igen, csak modellként, ugye nem, meg én nem vagyok az a ilyen vékony testalkatú lány, az a modell testalkatú lány. És akkor emlékszem, hogy amikor kimentem először, hova mentem? Először Milánóba. Na ezt akartam kérdezni, hogy sokat voltál-e külföldön ezzel kapcsolatban? Hogy... Hát egy hónapot Milánóban, és egy hónapot Isztambulban. És nagyon furcsa volt az, hogy ugye kimentem Milánóba, és ugye emlékszem arra, hogy elmentem az ügynökségre, kaptam egy cédulát, hogy hol csináltassak metrókártyát, kaptam egy térképet, megcsináltattuk a modellkönyvemet, és akkor így a kis táskámmal meg így kilöptem lökve, így puty! Tényleg? És akkor így nem az, hogy így megfogják a kezed, és akkor elvisznek ide-oda. Nem, hanem így tessék, akkor puty, ki vagy lökve, és ezt én baromira élveztem, hogy hú, ott vagyok, itt vagyok totál egyedül, Milánóban, wow, mit csinálják? Akkor mi van? Oké, van egy térképem, ide kell mennem, itt kell metrókártyát csináltatnom, addig kaptam egy jegyet, akkor és nagyon jó volt ezt így felfedezni, tehát nagyon nagy ilyen önállóságot tanultam, vagy talpraesettséget. És munkát sikerült szerezned? Ezt akartam mondani, hogy viszont nagyon nehéz érvényesülni, mert ugye, tehát divat egyik fővárosa, vagy hogy mondjam, és mindenki nagyon magas, mindenki nagyon gyönyörű, mindenki nagyon jól adja magát, és te még így ott vagy, hogy úristen, hova csöppentem. Tehát így annyira így kicsit így kellemetlenül éreztem magam az elején, de aztán így belerázottam. Annyi munkám nem volt, mert tényleg Milánóban sokkal magasabb, vékonyabb azok a lányok, akik tudnak kifutóra is menni, meg fotóra is jók. Tehát ott ezért nem voltak, de dolgoztam, de nem annyit, amennyit szerettem volna, vagy elképzeltem, és akkor átküldtek Isztambulba. Ott meg teljesen más a piac, úgymond, így modellkedés szempontjából. Ott meg képzeld el, hogy túl úgy voltam pici, hogy tehát nem S-es méret kellett volna, hanem M-es meg plusz. Tehát, hogy igen, nagyon ott én is voltam Isztambulban, és ugyanez volt, hogy két hétig kint voltunk, és gyakorlatilag egy munkát tudtam azzal elvállalni, az is van, hogy pizsomafotózás, hogy idáig lógott a pizsoma, igen. Úgy, és akkor jól fölhajtott, minden nagy volt. Igen, és ez nagyon érdekes, hogy mit tudom én, hogy változik, ugye, mert mondjuk Kína mondjuk megint más, mit tudom én, Párizs, vagy New York, London, tehát tök más a piaca. Tehát akkor végülis így a divat vagy a modellkedés szempontjából annyira, hogy a külföld nem jött be neked, de nem tudom, hogy ezt egyébként úgy sajnálod-e? Vagy jó neked itthon, ezt így szereted itthon csinálni? Én egyébként azt gondolom, hogy minden úgy történik, ahogy kell. Nyilván jó lett volna, én is kipróbáltam volna, tudod, minden lány, fú, akkor most modellkedés, de nekem nem ez az utam, nem. Meg én nem... meg láttam azért, tehát együtt laktam modellányokkal, hogy mit esznek, hogy sír, hogy... Tehát vékonyabb volt nálam kétszer, és még sír, hogy fognia kell, mert az ügynöke azt mondta, és így... Jézusom, nem! Tehát, hogy ez természetellenes nekem, és azt gondolom, hogy ez nem helyes, vagy nem is az, hogy nem helyes, hanem, hogy én nem ezt a példát szeretném követni. De legalább eljutották két
híresebb ja, hely. Tök jó volt. Sőt, még Moszkvába is eljutottál, hogy a szépségversennyel kapcsolatban. Igen. És itt mindenhol angolul beszéltél? Igen. Tehát rendesen, perfekt beszélsz angolul, vagy? Egyébként középfokú nyelvvizsgám van. Van is nyelvvizsgát? Igen, de azt gondolom, hogy egyébként ez nem számít, hanem hogyha tényleg ott van az ember, ez a legjobb tanulási mód, hogyha kint vagy, és csak angolul tudsz megszólalni, meg kell magad értetni. És én nagyon sokat tanultam, meg így ez a köznapi nyelvezet így már nagyon így rám ragadt, úgyhogy ez jó. Igen, ez egy kicsit más, mint amit a nyelvvizsgán mondjuk követelnek. A gimiben sikerült ilyen jól megtanulnod angolul, vagy jártál külön órákra? Mert például nekem nem sikerült, csak azért kezdem, akkor nálatok jó lehetett az oktatás nagyon. Igen, egyébként gimnáziumban, meg valahogy mindig volt olyan, hogy angolul kellett beszélnem, és az nagyon sokat tanított, vagy nagyon sokat segített. Igen, ez biztos. Én azt mondom, hogy csak úgy lehet nyelvet tanulni, hogyha van körülötted valaki, vagy olyan szituációban vagy. Igen, és akkor így rád is ragad, és nem az van, hogy most leülök és tanulom, hanem hogy így használod is. Vagy olyan filmeket nézem. Igen. Szóval eljutottunk Moszkváig, szépségversenyekig, és azt hiszem, hogy ennek köszönheted, hogy te bekerültél egy napi sorozatba, egy másik csatornához, mint az apukád. Ugye ott találkoztál a producerrel, a műsor producerével. És akkor egyszer csak odaállt eléd, és azt mondta, hogy Rebeka, figyelj csak, én látok benned valamit, gyere el egy próbafelvételre. Hát ez úgy volt, hogy volt ilyen, a Szépségkirálynő kapcsán volt ilyen image filmeket forgattunk, és akkor oda jött az akkori producere ugye a sorozatnak, és akkor így megnézte ezeket az image filmeket, meg ahogy készülődünk, ahogy beszélünk, nyilatkozunk, stb., és ott hívott be engem egy castingra. És akkor elmentem egy nem tudom mennyi idővel később, és még talán volt egy ilyen visszhangja is, hogy jaj, tök jól sikerült, de nagyon nem akartak keresni, vagy így nem kerestek. És már így le is tettem róla, hogy elmondom, nem baj, jó lett, túl szép. De ők egy konkrét szerepre kerestek valakit, vagy csak beregisztráltak? Szerintem általánosként hívtak be. Csak már túl sok idő telt el, és ezért azt gondoltad, hogy akkor nem sikerült. Hogy akkor nem, igen. Egyébként ő azért ment erre a szépségversenyre, hogy keressen ott? Szerintem nem, vagy csak kíváncsiskodni. Szerintem jobban voltak a szervezőimmel, és akkor ugye így. És akkor aztán jött neki az ötlet, hogy na, milyen jó lenne. Ja, gondolom. És akkor te azt hittad, hogy ez nem sikerült. És akkor azt hittem, hogy nem, és emlékszem, pont pont egy interjúm voltam, és akkor kaptam egy telefont, hogy na, szia, hogy akkor lenne egy szerep, és akkor rád gondoltunk, és így. Örültél neki? Nagyon elképesztően. És ráadásul én valamit félre is értettem az elején, mert én mintha úgy értettem volna, hogy ilyen kisebb szerep, ilyen pár hónapig, aztán meglátjuk, de tudod, ez a... Egyébként az újságokban is ezt írták, és közben meg ez egy főszerep igazából. Igen, és szerintem ez így kialakult közben, gondolom, hogy közben meglátták, vagy átgondolták, hogy hogy legyen, és ez nekem így olyan jó, hogy kop, most már több, mint... másfél évve. Igen, szerintem. Igen. 2014 nyár az a forgatás. Igen. És akkor apukád, amikor ezt megtudta, örült neki? Azt akarod, nem, hogy ugye más csatorna. Igen, egyrészt hogy... más csatorna, de nem csak azt, hanem hogy végülis a nyomdokaiban lépsz, tehát ő már ezt nem csinálja, de te meg most elkezded ugyanazt, amit ő 14 évig csinált. Úgy konkrétan nem mondott erre úgy semmit. Azt sem, hogy gratulálok, de örült tehát, neki. Nagyon-nagyon örültek, nagyon gratuláltak, mondták, hogy úristen, ez nagyon jó lesz, nekem való, biztos szeretni fogom. De hogy most úgy konkrétan annak kapcsán nem beszélgettünk, hogy akkor jaj, apu is ezt csinálta, és hogyha olyan volt az elején, akkor kértem tőled tanácsokat, hogy mondjuk, figyelj, milyen tanácsot? Ezt olvastam sok helyen, hogy rengeteg tanácsot adott apukád, de milyen tanácsokat? Nem tudom, például amikor először ugye megkaptam a szövegkönyvet, és ugye nem tudtam, hogy mit jelent mondjuk a rövidítések, vagy hogy mondjam, és akkor volt párszor, hogy így ugye magamnak így mondtam, gyakoroltam, hogy mondanám, de ugye akkor még annyira nem volt magától értetődő ez a dolog, és hogy mit tudom én ilyen praktikák az elején, hogy mit tudom én, hogy sírd el magad, vagy. De egyébként nem csak apát, hanem anyát is kérdeztem, mert ugye ő is, és így segítettek benne. Aztán most arra ez már így kialakult, hogy mit, hogy csinálok magamnak. Kellett már sírnod? Igen. És ment? Érdekes, mert volt, hogy igen, amikor úgy
át tudtad élni. Átélem, uh-huh. Igen, de nagyon nehéz az, hogy amikor mondjuk olyan jelenet van, hogy nekem nagyon meg kell azt élni, de így csetre, de igen. Az előző jelenetben még ott röhögtem. Ott még nagyon vidám voltál. Igen, igen. És mondjuk a tessék előtt még az összes többi kollégád röhögtett, meg poénokat mond. Vicceket mesélt. És volt olyan, hogy sajnos nem, hogy az tényleg nagyon eljátszott uh-huh. volt ez a uh-huh. síres, és ez nekem rosszul is esett, tehát nem éltem meg. Viszont ezt kell így átállítani, hogy tényleg olyan rövid időre leredukálni azt a folyamatot, hogy eljuss a sírásig. Hogy... És visszanézed magad? Tehát próbálsz abból tanulni? Szoktam nézni, nem hogy mindig. Hogy látod? Hát tudom mindig, hogy mikor vannak azok a napok, hogy na itt annyira nem tudtad a szöveget, vagy hogy na itt stresszeltél, vagy agyban nem voltál ott. De van az, amikor mondom, hogy na, itt viszont tudom, hogy jó voltam, és viszonylag meg vagyok magammal elégedve. És a te karaktered mennyiben más, mint amilyen te vagy? Vagy mi a hasonlóság köztetek? Egyébként hasonló. Mindig ezt mondom, hogy egyébként. Uh-huh. Szóval hasonló. Azt gondolom, talán Bori egy kicsit ilyen hisztisebb, vagy ilyen kicsit emocionálisabb, uh-huh. vagy... kicsit nagyobb feneket kerít a dolgoknak, mint amekkora az egyébként valójában, de annyira nem áll tőlem messze. És könnyű volt beilleszkedni a stábba? Igen, de szerintem ezt te is elmondtad. Tudom, de én annyira... tudom, csak igen, hát a nézők nem biztos, hogy tudják. Igen. Én látom, hogy nagyon jól tudtál alkalmazkodni, igen. Meg nagyon hát hamar. Hát ez nektek is köszönhető, főleg igen. Neked is, meg azokkal az emberekkel. Viszont azt azért meg szeretném kérdezni, hogy mert én is amikor tudtam, hogy tehát, hogy nincs-e kapcsolatban veled kapcsolatban előítélet, hogy na, jó van, jön a Erkárpáti Péter lánya, és akkor ő is színész lesz. Tehát, igen. Hogy volt, ezzel meg volt kellett ilyen, küzdened? Volt, igen, meg kellett, és voltak olyanok, hogy konkrétan, most nem szeretnék belemenni, hogy mi, de nagyon rossz indulatú pletykák rólam. És amikor ott vagyok zöldfülőként a második hetemen, és akkor hallom a stábból vissza, hogy így mik mennek rólam, mm-hmm. és hogy így, uram, meg, de nem is csak ott gondolom egyébként, akár mikor szépségversenyre jelentkeztél. Persze, ez mindig ott van. Is nyilván elhangzott, hogy na, a Kárpáti Péter lánya, igen. És akkor most... Igen, akkor mindig is... ez volt mondva, vagy nem az, hogy mindig ez volt mondva, de hogy sokan, hogy ja, persze, mert hogy az apukám híres, és akkor. És mondom, ez így nehéz lehet ezzel. Tehát, így... hogy nem ismer senkit, uh-huh. semmi befolyás, azt se tudja, hogy mit csinálok, igen. Csak tudja, igen. Hogy megyek, hogy nem. De ez mondjuk olyan, hogy aki ismer, és tudja, hogy milyen vagyok, milyen ez az egész dolog, az abban ez meg sem fogalmazódik. Még egy külső szem, aki mondjuk ilyen rossz májú, akkor az tőlem mondja azt, hogy ja, csak ezért van, hitegesse uh-huh. magát azzal, most ezzel nem tudok mit csinálni. Egyébként szerintem, tehát én is beszélgettem veled pár mondatot, és azonnal lejött, hogy tehát, hogy tényleg egy értelmes, aranyos, tök normális csaj vagy, szóval igazából tényleg ezek csak rossz indulatú dolgok, nem kell vele foglalkozni. Viszont volt-e benned valaha olyan, mert ezt is mondják, hogy akinek híresek a szülei, hogy van egy kis nyomás, hogy azt érzi, hogy na, akkor neki is ugyanazt a szintet legalább teljesítenie kell, tehát hogy vagy akkor neked is, tehát hogy híresnek kell, vagy nem uh-huh. az, hogy híres, hanem legalább sikeresnek, legalább annyira, mint apukának. Volt benned uh-huh. valaha ilyen érzés? Mert most látom, ezt, az élet eléd gördít yeah. mindent, és jönnek a yeah, dolgok, yeah. és gyakorlatilag olyan, mintha nem tennél semmit, de yeah. kapsz mindent, tehát mész az utadon, és eljutottál a siker és az ismertség felé. De nem tudom, hogy ezt te szeretted volna-e, aha. Vagy nem. Vagy volt-e nyomásna, inkább így értem. Igen, hogy volt-e nyomás. Nyomás nem volt. Nyilván azért úgy megfogalmazódott bennem, hogy jaj, apu is ezt csinálta, és hogy én is, és hogy leszek-e elég jó, vagy jó egyáltalán, vagy... Uh-huh. De olyan hatalmas nyomás az nem volt. És egyébként az... Tényleg, ahogy mondtam, hogy az egész életem olyan majdnem, hogy csak úgy történnek a dolgok. Lehet, hogy tényleg ez így néz ki, vagy én is így látom, vagy egy külső szem így látja. Viszont én borzasztóan tudatos ember vagyok. Tehát most, hogyha belemegyek a részleteibe, nekem egy konkrét terveim vannak a jövőre vonatkozólag, akár az egész életemre, akár erre az évre, a 2016-os évre is. És mindig mindent úgy csinálok tudatosan, következetesen, hogy egyik lépésből következzen a másik, és
és lehet, hogy úgy néz ki, hogy mit tudom én, véletlen, viszont az nem tudja, hogy persze. Én előtte mennyit dolgoztam, igen, azért. Például lehet azt nézni, hogy igen, mondjuk nyertem egy ilyen szépségversenyt, meg kimentem Isztambulba, Milánóba, most egy sorozatban vagyok, de azt mondjuk senki nem tudja, hogy az... Emögött milyen munka. Igen, tehát hogy milyen bevásárlóközpontokba árultam, uh-huh, szódát 10 órában, mit tudom én, gyerekeket vigyáztam, hosteszkedtem, pár száz forintos órabérekért dolgoztam a gimibe, amíg, mert nekem ez mindig egy ilyen belső késztetésem volt, hogy úgy nyomni akarom, hogy csináljak, most vagyok fiatal, most kell megnyomni, most kell csinálni, előre jutni, és hogy majd később, hogyha meg már családom lesz, meg gyerekek, akkor úgy ebből úgy ki szeretnék szállni, hogy... Aha. Tehát, hogy valami, tehát azt gondolom, hogy kicsit ilyen, hogy eléggé így ambiciózus vagyok, meg hogy így tényleg így nagyon-nagyon meg szeretném nyomni. Egyébként ez a tudatosság, ez így nagyon látszik rajtad. Pont, igen, ebbe bele is akartam kérdezni, hogy bár majd inkább majd még kérdezek egy-két dolgot, jó, és majd abból is kiderül. Szóval beszéltünk már itt mindenféle munkákról, iskoláról. Még egy valamiről nem beszéltünk, amit te szeretsz csinálni, és el is végeztél egy ilyen iskolát, ez make-up artist, tehát smink. Igen. Sminkiskola. Ez hogy jött? Sokat sminkeltek, megtetszett, vagy amúgy nagyon jól rajzolsz? Szeretek egyébként, szeretek rajzolni. Úgy jött talán, hogy most ami így beugrott, ahogy így kérdezted, hogy volt a szalagavatom például, és, uh-huh, és ott azt tapasztaltam, hogy én akkor nem hívtam sminkest, és ott a kis WC-ből ott magamnak csináltam a kis fejemet, és akkor jöttek a csajok, akik szintén nem hívtak sminket, hogy ú, de jó lett, figyelj, Rebeka, megcsinálod nekem? Ja, persze, tudod, gyere, megcsináltam. Ú, nagyon jó lett, akkor én is. És így elgondolkodtam rajta, hogy akkor lehet, hogy nem vagyok benne annyira béna, és hogy akkor lehet, hogy ezzel kéne foglalkozni. És így jutottam el a Miskolci Kingához, tőle tanultam, nála tanultam, picit maszkolást is, meg eleve az ilyen smink, beauty, mindenféle dolgot. Csak ez most mikor fejezted be, vagy igen? Tavaly. Vagy tavaly előtt? Szerintem már tavaly előtt fejeztem be, és azóta így építgetem a kis portfóliómat, dolgozgatok. Annyira még így nem hirdetem úgymond magam, de hál' Isten, kop, így ismerősnek az ismerőse, uh-huh, meséli, és akkor jönnek. És akkor fotózásra csináltam sminket, vagy mennyasszonynak? Igen, vagy? Fotózás, szalagavató, uh-huh, mennyasszonyi sminket, mit tudom én, akár ilyen rendezvény, bárra, Halloween. Nagyon szeretek sebeket csinálni, ilyen elborult módon imádok így művér, meg sebek, aha, meg karmolás, minden. Úgyhogy ja, ez nagyon-nagyon érdekel, és ezzel szeretnék majd így foglalkozni. És akkor ebbe is lehet tovább tanulni, gondolom, tehát mint ahogy mondtad, a maszkot is biztos belekóstoltatok egy kicsit, de azt is lehet, azt hiszem, hogy még fejleszteni, meg még jobban. Akkor ez még célod, hogy ezt tovább fejleszt. Igen, hogyha megcsinálom a főiskolát, akkor annyival mondjuk kevesebb tudod, és akkor szeretnék erre rámenni, akár külföldön. Nagyon jó lenne mondjuk Amerikában valami jó kis tanfolyamat elvégezni, uh-huh, csak hát azok nem olyan olcsó. Igen. Úgyhogy arra rá kell készülni, meg anyagilag is, lelkiekben is, mindenhogy, de szeretném, mert nagyon érdekel, és annyira, hogy így csinálom a sebeket, meg a művér, innen, és így azt érzem belőle, hogy ú, de király, nagyon jó, és így, és szerintem ez jó, meg mindig azt mondom, hogy olyan dolgot csináljon az ember, amiben örömét leli. Igen, hát ez egy kreatív dolog, és az tök jó, hogy megtaláltad benne az örömedet. És a sulit most fogod befejezni idén? A főiskolát? Nem, azt jövőre. Jövőre. És akkor majd utána belemész még igen, ebbe a remélem. De nagyon sok mindent csinálsz egyszerre egyébként, szóval közben forgatsz is, modellkedsz is, sminkelsz is, iskolába is jársz, rengeteg mindent. És hát ez mind egyébként olyan, tehát mind, amit csinálsz, hogy oda kell magadra figyelni közben. Tehát ahogy beszéltünk is a tudatosságról, te mit teszel meg a szépséged és az egészséged érdekében, ha lehet ketté is választhatjuk a kettőt, nem tudom, de igazság szerint, aki egészséges, az szép is szerintem, úgyhogy mi az, amit megteszel? A sporttól elkezdve, de külső-belső dolgokra is gondolok. Hú, összetett, nagyon, tehát mindenben úgymond próbálom követni a természetességet. Egyébként, ha jól tudom, te is, tehát hogy ezek akár az ilyen naturkozmetikumok, vagy hogy otthon magadnak kikevered a kis, nem tudom, milyen fűből, meg a mézből a pakolást. Nagyon-nagyon szeretek ilyen dolgokkal élni.
Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos például az, hogy járjunk, nem az, hogy mindig járjunk orvosokhoz, de nem, tehát egy csomó olyan ember van, aki mondjuk rendelkezik bizonyos tünetekkel, és azt mondja, hogy ez csak valami majd elmúlik, és nem mert a szervezet mindig jelez valahogy, hogyha valami nem oké bent, akkor ez nem oké kint. Igen. Most például mondok egy példát, amit egyébként neked már mondtam is korábban, hogy nekem régebben nagyon-nagyon kiütéses volt a karom, de már mióta az eszemet tudom, ilyen pici foltok, vagy ilyen kis dolgok, kötyök, igen, és nem tudtam, és mindig mondtak, hogy jaj, ez biztos emiatt van, amiatt van, de nem amiatt volt, kaptam rá krémet, az se, és aztán már így bele is hunna, nem is foglalkoztam vele. Aztán szerintem egy olyan 2 éve így egyre tudatosabban próbálok étkezni, odafigyelni magamra, mit csinálok, mikor csinálom, mit viszek be a szervezetembe, mennyit, mit, hogy. És akkor így megfogalmazódott bennem, így utána kerestem, és például arról olvastam, hogy ez lehet ez a kiütés, hogy a glutén miatt van. És akkor mondom, jó, akkor kipróbálom, hogy akkor nem eszem, hát ha miatt. És lásd, elmúlt. Tehát, hogy mindig van valami, tehát mindig valahogy üzen a szervezet, hogy ez nem jó, vagy hogyha ott fáj, ott jött ki kiütés. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkozni kell, mert lehet, hogy most még csak így jelez, de hogyha nem veszed észre ezeket a jelzéseket, lehet, hogy később, mit tudom én, most mondok valamit, agyvérzésed lesz, vagy valami olyan belső gondod, amit akkor már nagyon nehéz megoldani, és ezért így, tehát hallgass testedre. És nem esik nehezedre megvonni magadtól tehát ugye a glutén az tésztában, kenyérben, mindenben benne van. Te ezt elhatároztad, megtudtad, és már másnaptól kezdve is ezt be is tudod tartani, tehát hogy ezt... Érdekes, mert én olyan vagyok, hogy elképesztően édesszájú. Tehát, hogy én akár egy napig is tudnék édességen élni. Tényleg? Szerintem is tudtam. Igen, nagyon borzatóan. De mindig úgy vagyok vele, hogy például most így a hét minden nap ilyen 24 órában nem tudnék tartani mindig egy olyan diétát, hogy se cukor, se semmi édesség, bármi, mit tudom én, tészta, kemény, nem. Hogyha van valami célom, vagy van valami reális cél, vagy oka annak, amiért csinálom. Például a szépségversenykor volt személyedzőm vele együtt, ő adott nekem egy étrendet, edzéstervet, és azt követtem, mert tudtam, hogy van egy célom, ezt szeretném elérni, és ahhoz, hogy ezt elérjem, ahhoz az szükséges, hogy én ilyen formában legyek, így nézzek ki, és ahhoz meg az kell, hogy így meg így étkezzek, ezeket a mozgásfajtákat csináljam. Hihetetlen fegyelmezett vagy, meg tényleg tudatos. Ez hihetetlen. Csak azt szeretném elmondani, hogy ha van valami célom, akkor ezeket be tudom tartani. Például most rájöttem, józan paraszti észre, megvontam magamtól, elmúlt, akkor nyilván ezért van. Akkor ezt tudom, hogy ez nem jó nekem, nem eszem, illetve próbálom kerülni. Viszont arra még nem jöttem rá, hogy mondjuk a cukor az milyen károkat okoz, pedig egyébként az is. Kérdezzük meg Rubintrékát. Igen. Szóval egyébként meg így kicsit ez a úgy vagyok lustább fajta, hogy én például egyedül nem tudnék heti 3-4-szer az edzőteremben. Na, ezt akartam megkezdeni, sport? Inkább futok, táncolni nagyon szerettem, most powerplate-re járok, de ott nagyon jó, mert van edző is, aki hajt, ami nekem nagyon kell. Aha. Tehát, hogyha nincsen úgy célom, hanem úgymond vegetálok, mint most, akkor így hajlamosabb vagyok, így kicsit így édesség, elfelejtettem edzeni. De hogyha cél van, akkor meg mindent megteszek annak érdekében. És mi az, amit a lelkedért megteszel? Tehát úgy értem most, hogyha felejtsük el a munkát, mindent, tehát mi az, ami téged kikapcsol, egy könyv, vagy jóga, végülis az is, mondjuk az sport is, de vagy séta az erdőbe, vagy nem tudom, tehát vagy egy mozi, vagy buli, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon nagy szükségem van az egyedül létre. És ez érdekes, mert sokszor előfordult az velem így, főleg párkapcsolatban, hogy mondtam, hogy tök jó, imádom, minden oké, de hogy nekem szükségem van arra, hogy otthon üljek, és feltegyek egy arcpakolást, és a kinyúlt, mackós, tökgázpólóban legyek otthon, és mit tudom én, hagymás, nem tudom, mit tegyek, tudod? De ezt mondjuk egy pár kapcsolatban is meg lehet csinálni.
Ez így van, viszont nekem magára az egyedül létre. Aha. Valamiért nem tudom, szükségem van, hogy átgondoljam a mindent, a dolgaimat, hogy úgy lecsendesítsek, és azt érzem, hogyha nem vagyok egyedül így sokáig, és mindig pörgés van, az mindig ugye víz tovább lendít, nem foglalkozok vele, de egy idő után érzem, hogy nem oké, és egy kicsit mindenki hagyjon békén, nyugi, relax. Úgyhogy ez szokott így kikapcsolni szerintem, illetve a zenehallgatás. Egyébként jelenleg párkapcsolatban élsz. Igen. Nem akarok nagyon kutakodni a magánéletedben, de együtt éltek pároddal? Nem élünk együtt, egyelőre nem is tervezzük, elég friss ez a dolog. Akkor most még tudsz egyedül lenni. Igen. Jó, hát most anyukámékkal lakom, tehát nem egyedül. De igen, tudok. Viszont biztos vagyok benne, hogyha majd arra kerül a sor, meg hogyha mondjuk gyerekeim lesznek, férjem, hogy akkor is kell nekem, most nem az, hogy egy külön szoba, de hogy picit nekem ez a magán, ez a privát szféra, ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Ami, és ez soha nem megy a másik rovására, tehát nagyon odafigyelek mindig a másikra, meg hogy együtt legyünk, persze, de hogy ez nekem úgy kell. Egyébként a párodat is ugye találkoztam már vele, és ő is egy ilyen nagyon rendbe rakott pasi, tehát hogy minden hajszál a helyén van. Igen, és úgy kell ki az ágyból. De egyébként nagyon rendben van, szóval tényleg egy... Tehát más szempontból is rendben van. Ezt csak azt akartam kérdezni, mert tök jó, hogy mondtad ezt, hogy az a logópólóba otthon vagy, tehát hogy egyébként úgy nem is nagyon tudlak téged így elképzelni. Meg hogy ebbe a nagyon rendszerezett, tudatos életetekbe azért beleférné, hogy valami eszeveszett buli, vagy nem tudom, tehát hogy így kitörni ebből a mindig csinos vagy, mindig tényleg igen. Szóval. Igen. Azért kell néha, hogy lelazítani, persze, nem? Persze, kell, meg én egyébként főleg, amikor volt ez a visszakanyarodok csak egy mondat erejéig a szépségkirálynős téma, én akkor annyira nem voltam az, hogy most magas sarkút akarok felvenni, meg csini ruhába. Nem, én akkor a, nem tudom, romkocsmákba jártam, meg pakancsba voltam. Igen. Tehát, hogy nem ez voltam, és a mai napig én nagyon-nagyon szeretek kiöltözni, ide menni, jelenjünk meg, tök jó, meg a eleve az, hogy akár hogy a párkapcsolatban, hogy ez a férfinői, hogy csini vagyok a párom mellett, a pár, ez tök jó, viszont nekem például tegnap voltam a csajokkal megint egy romkocsmába, tehát hogy nekem szükségem van arra, én nem szeretek mindig megfelelni és mindig toppon lenni, hanem néha csak úgy jó, csak úgy, tudom. És milyen számodra az ideális pasi? Olyan az ideális, aki, ez furcsán hangzik, de érez engem. Tehát, hogy amikor mondjuk a szemébe nézek és mondok valamit, akkor ő pontosan tudja, hogy mit mondok, miért mondom, miből mondom, hogy mondok. Ilyen nagyon-nagyon fontos nekem az, hogy ne csak úgy nézek rá, mint a pasimra, vagy a férfire mellettem, vagy a szerelmemre, hanem egyszerre legyen a barátom, a haverom, akivel hülyéskedek, röhögünk, hülyeségeket csinálunk. Tehát, hogy el tudjam magam engedni mellette, és ő is mellettem, tehát ez a humor, ez a haverság, lehessen vele nagyon jókat beszélgetni, ehhez ugye az is szükséges, hogy viszonylag ugye egy felé tendáljanak a gondolataink. Meg az, hogy legyen meg, ez nem tudom, hogy kell, hogy mondjam el, de hogy húzzuk föl egymást. Mert azt gondolom, hogy minden párkapcsolat addig tart, amíg egy tanulási folyamat valamilyen szinten. Persze szeretjük egymást mindent, de hogy tanítjuk, ő ad nekem, én adok neki. És van amikor úgy érzi az embernek, velem is már volt ilyen, hogy nagyon szerettem, és egyébként minden klappol, de úgy megrekedtünk. És egyébként aztán később kiderült. És akkor lépni kell? Lépni kell, és egyébként nagyon nehéz ilyenkor lépni szerintem, hogyha csak ez a probléma. Viszont rájöttem arra, hogy utána az élet visszaigazol, hogy utána rájössz arra, hogy akkor lehet, hogy nem is csak az volt, hogy megrekedtetek, hanem ott még voltak dolgok, és jobb is, hogy kiszálltál ebből az egészből. És jó, hogy most azt érzem, hogy akármi is lesz, ezt most akármire is értem meg, akárhogy, de hogy előrébb jutunk, és most nem ez az anyagi világ, vagy a materiális dolgok, hanem úgy felhúzzuk, nem tudom elmondani. Hát fejlesztitek, hát igen, nem lehúzzátok egymást, igen, hanem inkább hogy előre töltjük, töltjük egymást, és ez nagyon jó. De jó, akkor te most boldog vagy. Igen. Ugye? Igen. Végre, most már úgy érzem. Jaj, de jó. Rebeka, hogy szeretnéd látni magad 10 év múlva?
10... Hogyha most bármit képzelhetnél, amit csak lehet. Uh-huh. 10 év múlva leszek. 31. Az biztos, hogy szeretnék egy családot. Addigra már szeretnél családot? Szeretnék addigra egy családot. Szerelmes szeretnék lenni, szeretőtárs, gyerek, mindent, hogy nekem nagyon fontos ez az otthon melege, és én ezt így nagyon szeretem ápolni, tartani, meg nagyon szeretek főzni, mosni, takarítani, meg így ezeket. Úgyhogy egy ilyen kis bázist szeretnék, egy ilyen megdönthetetlen szövetséget. Szeretném azt, hogy 31 éves koromra már úgy meglegyen, hogy igenis letettem valamit az asztalra, amit akár most még nem is tudok konkrétan, hogy mi. Igen, ezt akarom, ez most ez a smink, vagy a színészet. Nem tudom vagy... neked megmondani. És szeretném már azt, hogy akkor már eljussak egy olyan szintre, hogyha még akkor nem, de hogy tudom, hogy x év múlva, mert elértem annyi mindent, hogy már úgy kiszállhatok belőle, akár valami vállalkozás, akár most mit tudom én, ingatlanok, de hogy tényleg mit tudom én, ilyen 40 körül, vagy 40 fölött, mert szeretném azt, hogy inkább a családdal foglalkozni, utazgatni, ilyesmi, és hogy előtte meg sokat gürizni azért, hogy ez ugye megvalósulhasson. Nagyon, nagyon sokat szeretnék utazni, világot látni. De amúgy itthon szeretnél élni? És inkább csak utazgatni, vagy külföldön szeretnél élni? Jó kérdés. Jó kérdés, mert el tudom magam képzelni külföldön is. Ez mind attól függ, hogy munka lehetőség, emberi kapcsolatok, nagyon sok mindentől függ, de nem zárnám ki a külföldön. És inkább milyen országban tudnád most elképzelni magad? Ami déli, vagy... másik földrész, vagy? Egyébként nagyon-nagyon volt lehetőségem elmenni Amerikába, Los Angelesbe, és nekem az így, úristen, így nagyon, és igenis így furcsa is volt, de az nekem ilyen nagyon, hogy úristen. De egyébként, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy mit tudom én, utazás, kikapcsolódás, akkor mondjuk Olaszországba így nyaralgatni mennék el, bulizni Milánóba, tehát hogy megvannak ezek a helyek, vagy mit tudom én, Tunéziába is visszamennék, vagy ami nagy álmom, hogy tájföld, és az ilyen nagy pálmafák, és ja, úgyhogy valami, azt szeretném, hogy lelki békében, és így harmóniában legyek, hogy ott legyek akkor, ahol szeretnék lenni. Jó, ez egy nagyon jó végszó. És én kívánom neked, hogy minden álmod teljesüljön, amit szeretnél. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen, Zsófi.